Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, nagy tisztelettel köszöntelek titeket, akik Miskolcról, Borsodabaui Zemplén megye városaiból és falvaiból, és külön köszöntöm azokat, akik az ország más tájairól is fontosnak tartották, hogy hozzánk eljöjjenek. Különös hely ez a Borsod, különös hely ez a Miskolc. Mindig történik valami, mindig elkezdődik valami. Kevesen tudják, hogy 1943-ban az ország egyetlen komoly béketüntetése itt volt a Diósgyőri gépgyárban. Pedig akkor ehhez nagy bátorság kellett. A gyárvédők 1992-ben, akik a kohászatot védték, itt voltak 10 000-en. És innen indult el az a legendás éhségmenet is, ami már nagyon figyelmeztette az MSZP kezdeményezésére a kormányt, hogy ebben az országban, miközben milliárdosok tucatjai futnak fel a csúcsokra, emberek és főleg gyermekek éheznek. És ez a különös mozgalom, ami annyira meglepte miniszterelnökünket is, ami megrengette a magyar oktatást, az is innen indult el, vagy inkább úgy mondanám, hogy itt lobbant fel a láng, hogy utána a Herban gimnázium felhívására az egész ország pedagógusait megmozdítsa, hogy elég, valamit tenni kell, hogy a nemzet az nem csak nemzeti dohányboltokról szól, nem csak a Nemzeti Bank különös bravúrjairól szól, hanem a hazáról szól. Arról a hazáról, amiről egyre jobban elfeledkeznek, és ami miatt ti, akik ide eljöttetek, baloldali emberek, azt mondjátok, hogy nekünk továbbra is fontos. Továbbra is fontos, mert ez a mi hazánk, nekünk ez az egy hazánk van, amit se jogfosztottá tenni, se kisemmizni nem hagyhatunk. Köszönöm, hogy eljöttetek, kérem, hogy hallgassátok meg azokat az embereket, akik tiszta szívükből azt akarják elmondani, hogy igenis van más Magyarország. Elsőként kérem Varga Lászlót, dr. Varga Lászlót, a Magyar Szocialista Párt Borsodabaui Zemplén megyei elnökét, hogy jöjjön fel a pódiumra.